az 1945-ös választásokat a San Marinói Kommunista Párt és a San Marinói Szocialista Párt koalíciója nyerte meg, így San Marino lett a világ első országa, ahol demokratikusan megválasztott kommunista kormány került hatalomra. A koalíció az általános nagy tanács 60 helyéből 41 szerzett meg, így kétharmados többségre tett szert. A maradék 20 helyet a kereszténydemokraták szerezték meg. A kétharmados többség azonban a következő választásokon némileg csökkent, hiszen 1949-ben 35, 1951-ben pedig már csak 31 helyet szereztek meg, éppen hogy megőrizve a többségüket. 1955-ben újra 35 helyet nyertek el, így a kommunisták hatalma megdönthetetlennek tűnt. Az Egyesült Államok azonban nem nézte jó szemmel a San Marinói kormány tevékenységét, ugyanis komoly fenyegetést láttak bennük. Az amerikaiak attól tartottak, hogy a kommunista mozgalom könnyedén átterjedhet Olaszországra, ahol akkoriban Nyugat-Európa legtöbb tagot számláló és legbefolyásosabb kommunista pártja működött. A félelmük nem is volt teljesen alaptalan, ugyanis a San Marinói Kommunista Párt rendszeresen sugárzott propaganda rádióadást az olasz területekre. Az olasz kormány végül egy szerződés keretében 1953-ban rákényszerítette San Marinót arra, hogy feladja a saját média üzemeltetését, leállítva ezzel a rádióadást. Az ország ezt a jogát csak 1987-ben szerezte vissza. 1956. november elején az egész világot sokkolta a magyar forradalom szovjet tankok általi leverése. A világ nagy része, legalábbis a nyugati fele, határozottan elítélte a támadást, és ha máshogy nem, legalább erkölcsileg támogatta a magyar felkelőket. Olyannyira, hogy 1956-ban a Time magazin évembere nem egy személy lett, hanem a magyar felkelő. Némi meglepetést okozva a San Marinói Szocialista Párt is elítélte a beavatkozást, és lehetőséget látott abban, hogy némileg függetlenítse magát a Szovjetunió befolyása alól. A San Marinói Kommunista Párt azonban határozottan támogatta a szovjetek akcióját, így némi feszültség támadta két párt között, megjelenve az első repedések a koalíció falán. Az amerikaiak ezt látva úgy döntöttek, hogy ideje beavatkozni a San Marinói politikába. 1957. márciusában, néhány hónappal a magyar forradalom leverése után, a római amerikai nagykövetségről egy diplomata érkezett az országba, aki tárgyalásokat folytatott a kereszténydemokrata ellenzék tagjaival, és óvatosan megkörnyékezett néhány kiábrándult szocialista képviselőt. Nyilván teljesen véletlenül, egy hónappal később, 1957. április 14-én 5 szocialista képviselő kilépett a koalícióból, és megalapította a San Marinói Független Szocialista Pártot. A mandátumok így pontosan fele-fele arányban oszlottak meg a kormány és az ellenzék között. Egyre jobban közeledett október elseje, amikor is lejár a két régens kapitány mandátuma. Az utódjaikat szeptember 19-én kellett volna megválasztani, ami elég problémásnak tűnt, hiszen a kormánynak és az ellenzéknek ugyanannyi mandátuma volt, garantálva ezzel a patthelyzetet. Ekkor az egyik kormánypárti képviselő, Attilio Giannini váratlanul bejelentette, hogy kilép a koalícióból és csatlakozik a kereszténydemokratához. A mérleg nyelve így átbillent az ellenzék javára, hiszen a kommunistáknak már csak 29 mandátuma maradt, míg a kereszténydemokraták vezette ellenzéknek 31, akik azzal a biztos tudattal feküdtek le aludni, hogy másnap délután 3-kor ők választhatják meg a két régens kapitányt, megtörve ezzel a 12 éves kommunista uralmat. Azonban mindössze 4 órával a szavazás előtt, délelőtt 11-kor a kommunista-szocialista koalíció tagjai audienciát kértek a regnáló kapitányoktól. A kommunista képviselők minden választás előtt aláírtak egy lemondó nyilatkozatot, amelyet azonban nem dátumoztak meg. A meghallgatáson a kommunisták átadták ezeket a leveleket a két régens kapitánynak szeptember 19-i dátummal. A 29 mellett az 5 képviselő lemondó nyilatkozatát is átadták, akik korábban kiléptek a koalícióból és megalapították a Független Szocialista Pártot. A San Marinói törvények értelmében az általános nagytanácsnak minimum 30 taggal kell rendelkeznie, hogy működőképes legyen. Mivel érvénybe lépett a 30 lemondó nyilatkozat, a szervezet megbénult és illegitimmé vált.
A kapitányok ezután feloszlottnak minősítették a parlamentet, és november 3-ára tűzték ki az új választásokat. Ezután a csendőrséget utasították, hogy senkit se engedjenek be a tanács helyszínül szolgáló Palazzo Publicóba a választásokig, még magukat a kapitányokat sem. Mivel a két régens kapitány mandátuma október 1-én automatikusan lejár, és mivel nem működött az általános nagy tanács, amely megválasztaná az utódokat, a politikai visszaállkodás komoly alkotmányos válságba torkollott. Szeptember 28-án az olaszok lezárták San Marino határait, és csak azokat engedték be az országba, akikről feltételezték, hogy az ellenzékiekkel szimpatizálnak és segíthetik a hatalomra jutásukat. Szeptember 30-án, pár órával a kapitányok mandátumának lejárta előtt, a 31 ellenzéki képviselő az ország északi részén fekvő Rovereto városába utazott, ahol egy elhagyatott gyárépület tetejére felhúzták az ország nemzeti lobogóját, majd San Marino idéglenes kormányának nyilvánították magukat. A helyszínválasztás nem a véletlen műve volt, mivel a gyárépület az ország legészakibb csücskében helyezkedett el, így az olasz fegyveres erők három oldalról is megvédhették az objektumot, és adott esetben akár be is avatkozhattak volna. Eközben mind az ellenzék, mind a kormány szimpatizánsai fegyveres milíciákat alkottak. Szerencsére a két tábor tagjai nem csaptak össze, egyetlen lövés sem dördült el, és senki sem sérült meg. Október 1-én az olasz kormány legitimnek ismerte el a keresztény demokrata idéglenes kormányzatot. Két nappal később az amerikai konzul és helyettese Firenzéből érkezett meg a Roveretoi gyárépülethez, ahol meghívták a kormánytagjait a közelgő nemzetközi atomenergetikai ülésre. A személyes találkozóra azért volt szükség, hogy ezzel is hivatalosan elismerjék a kormányt. Néhány órával később egy kisebb magyar emigránsokból álló delegáció is megérkezett a helyszíne, akik egy a forradalom során kivágott magyar zászlót ajándékoztak az idéglenes kormánynak, biztosítva őket a támogatásukról, egyúttal hálájukat is kifejezve, amért egy évvel korábban ők is támogatták a magyar forradalom ügyét. Október 5-én az olasz hadsereg egységei felsorakoztak a határon, felkészülve a beavatkozásra. Mivel a kommunisták kifogytak a lehetőségekből, október 14-én elismerték az idéglenes kormány hatalmát.